Is van, érkezik a töltőképernyő, száguldunk befele, zakatol a vonat Mirázsra, ahol tehát eldőlhet a küzdelem. Második hadszíntere tehát. Induljon el a pisztolykör. Kezdődik is ebben a pillanatban, tehát a szurkálódás után a pisztolyos játék, a pisztolyos kör, a közönség hangja is feltámad. Itt vagyunk tehát az Epsilon Hellraisers rangadó második pályáján, másik hadszínterén, Mirázs reflektorfényben, offenzív oldalon a Hellraisers olyannyira, hogy Angel a pálya közepén majdnem meg is halt az ott lévő Draken ellen, de a többiek mintha ára mennének. A késkört megnyerte az Epsilon, így ők kezdenek az előnyösebb CT oldalon, a Hellraisers támadni kényszerül az Epsilon pályáján. Így is van, és mint ahogy már mondtam, ketten már rámpán sorakoznak föl a pálya közepét, próbálják egyelőre likvidálni a Hellraisersöknek, hogy véletlenül információt tudjon gyűjteni. Ott az Epsilon három fős bészek, itt nem fog eredményt elérni. Freddy van egyedül egyébként, á hosszú, de egy hatalmas A-körről van szó, alapvisszafoglásra játszik, tehát úgy néz ki az Epsilon, Xelos nagyon lenullozódott azonnal, 35 HP-ra került, Angel pedig a pálya közepét mindig tartja. CT-re jönnek ketten, egy játékos csatőszobából kiszedi viszont Oscart. Úgyhogy 4-4-en legalizált ember létszám ugyan, de nincsenek gránátok, egy füst van, mondjuk a bomba plantot, akár lehetne füstölni, és a diffuse-hites játékos leszedhetné azt. Így is van ez a taktika, megy diffuse-olni valaki, szedi a bombát, nem szedik le a Hellraisersök, de évnyelen realizálták, szép, 3 másodperc legalább már volt a hatástalanításból hátra. Freddy is meghal, de majdnem összejött egyébként a taktika, hát átkötőből végül egyébként le tudták szedni a bombát. Na ez a bomba viszont Hemi átkötőre volt kirakva. Tennap láttuk, amikor a nipesek próbálták átkötőre kirakni a bombát, na hát az inkább CT kezdőm volt, mint hogy sem átkötőben. Az a bomba sehol nem volt. Sehol nem volt, ez legalább átkötőben volt. Igen, és füstön keresztül is jól el tudták lőni. Nem sikerült oldalba se lőni őket, úgyhogy most a Hellraisers kezd jobban, de lehet, hogy ők is elhúznak 8-0-ra. Hihetetlen nagy comeback-kel ugye a Hellraisers-től az ellenfél pályáján, valamint a Decideron is nyerniük kell, ha nem akarnak két vereséggel búcsúzni a Dreamhack nyári rendezvényétől. És az Epsilon, nézd meg, 4v2-es szituációban lehozhatják ezt a force-kört is. Freddy és Xelos duplája után már csak Angel marad egyedül. Mi történt ebben a körben? Angel, 1v4-ben a pisztolyosok ellen láttuk már az ENSZ-t, és úgy néz ki az ebetűs csapatok most valamiért a pisztolyokban. Nem és tudom, fegyverek most már a kézben. Elit, vagy nem tudom, minek lehetek a rövidítésre, ami ehhez hasonlónak. Full HP mind a négy játékosnál, Kevlar, Doplannál és Xelosnál is, AK-k, Desert Eagle-ök, Angel pedig egyedül kéne, hogy lehozza ezt az óriási fordítást úgy, hogy a bombát fedezik a CT-k. Ráadásul Doplán, hogyha jól látom, elbújt így patkányba, és a hátulról érkező játékost le is fogja tartani. Angel nem hiszem, hogy benéz, és mikor középen, átkötőben megpróbál majd fölmenni, akkor hátba lövi őt a Desert Eagle-lel. Doplán így is van, tartja a szöget, nem sikerül hátba lőnie, de megvan az info, mégis eltalálja. És ezzel 1-1 az állás, nyerték, bukták szituáció, még itt az elején nem beszélhetünk róla, de egy nagy bevásárlás után lehozza a force körét az Epsilon, és ezzel nehéz helyzetben a Hellraisers, akik láthatóan nullára vásárolják magukat, megint nem volt bombplant a második körben, de a harmadik körben újra ráforszolnak. Kevlarok és pisztolyok a 3 AK 1 M4 ellen, és ezek az AK-k, ne felejtsük el, a Hellraisers nagy bevásárlásának köszönhetőek. Pisztolyok tehát ezúttal a HR oldalán. Nézzük, mit tudnak vele tenni. Oszkál, de ezért égőle, mint aki elhelyezkedett volna, de rez számít rá, hogy valaki ott van, és a gáz hangú füstöt át fogja túlni. Igen. Mi is elgázosodunk egyébként közben. Na de, még egy, jól van, még több füst kell persze. Úgy is indult Oszkál lassan már itt a füstben, de megint vissza lett csodéként szorítva. Ketten a pálya közepére fognak jönni. Lehetséges, hogy egy ilyen catwalkos, igen, betámadás lesz. Jönnek is tikóik már. Nagyon szép volt a kamerajáték, itt köszönjük szépen az Observer-nek. Mindent látunk tehát jelenleg a pályán. Ez a kettő rámpán terelő játékos, nem értem egyébként, hogy mit akarnak majd ott. Most már igen, elkezdenek szépen visszafelé jönni, hogyha egy B-támadás lesz, akkor mit akarnának állni? Tehát jön is egyébként azonnal át Bondik, terrorista kezdőn keresztül, a bomba mindjárt bejön egyébként. Nagyon-nagyon fontos pozíció van talán Xelos, mintha ő lenne ugye a moziban. Neki kellene figyelni arra, hogy röviden ki fog és mikor fog jönni. Stikó, nem, diszkodoplán van elnézés moziban, diszkodoplának kell arra figyelni, hogy
középen milyen játék van. A bomba egyébként átment átkötőbe, úgy néz, hogy akkor feladják inkább ezt a B átkötős játékot, vagy B rövides játékot, hanem átmennek ára átkötőben. Disco Doplának megvan a bombára az információ, megy az info, azonnal a csapat társaknak, de Disco Doplán nem tudja leszedni, de ezért égöl el ellenfelét. A bomba vissza lehet szedve, de azonnal a földre kerül a C4-es, hogy Oscar elhullik. 3-4-en a pisztolyos köve, még mindig játékban egyébként a Hellraiser csoda, de ennek ellenére fregelnek ráadásul, egy-egyesre ismételten, de még mindig emberelőnyben az Epson és a bomba, még mindig a CT kezén, és csak 10 másodperc van hátra Hemi. Ezt már nem fogják tudni felszedni, ha az utolsó CT el is bújik, akkor is lehozzák most már ezt a kört. Bondik is inkább ezt választja, valamint Zero, a Kevlar és a kimentett pisztoly még a következő körben sokat érhet, hiszen a társaknak nem lesz pénzük, sőt lehetőségük sem bevásárolni. Viszont az idő lejárta miatt két életben maradt terrorista semennyi pénzt nem kap, nekik ebből kell gazdálkodniuk, amit itt kimentettek maguk számára. 2-1 az Epsilon, tehát átveszi a vezetést és ráadásul Echo köbe sodorja a Hellraisers. Nem ment le a bomba, plusz 800, így nem jár a vesztett körért. Nagyon-nagyon kellettek volna ezek a bónusz pénzösszek a Hellraisersnek. Nézd meg, még fregelni tudnak középen Draken, nem tudom mi van ezzel a sráccal, de tennap óta hatalmasot fejlődött, remélem nem csak az én szememben, de gyakorlatilag mindenki szemében, mert ez a srác Nukon is minden egyes körben AVP-vel kezdte a fregelés, és most is a pálya közepe feletti kontroll, ő biztosítja, mennyiszer elmondtuk, milyen fontos mirázson a pálya feletti kontroll. Hát a pálya közepe feletti kontroll, tehát igen, ez a mid control talán a legfontosabb. A Games Academy videóit, amit mostanában közzétesz Follen, angol felirattal elérhetőek, és ő is a legelső videó legelső pillanatában emelte ki, hogy a mid control rettentően fontos, hiszen ugye több bejárata van a pályának, hogyha midre nem helyezünk kellő figyelmet, mint ahány CT, és ez megnyitja a terroristák előtt az egész pályát. Ha viszont megvan a mid control a CT-knek, akkor onnantól már idézőjelben csak terrorrámpát, B-házat, valamint palotát kell lefedezniük, három játékos, és ketten maradhatnak középen, ugye B-rövid, illetve átkötő, vagy hát inkább ilyen mozis pozícióból. Ezek az alapfelállások, a 2-1-2-es pozíciók, a leggyakrabban játszott CT taktikák itt Mirázson, amire Follen is felhívta a figyelmet, és nézd meg, megint hárman vannak a CT-k közepen, sőt, B-röviden is érkezik Dragon az AVP-vel. Annyira fontos a középkontroll, hogy a csapat 4/5 itt van. Azt figyel, megvan az első találat, a CT-k számára ráállás, a 2-2-es sere, rez! A pötyögtetés, egy instant fejlővés, már megint zéro lőni vissza, de rez! Lekapcsolhatatlan, három fejlővés! Rezzenéstelen arccal belőtte ezt a tripla fejest. És egyedül maradt Bondik életben, az az AK-47-essel, hihetetlen, a bomba a földön, a C4-est fel kell venni, így van, de Rez még mindig ott van egyébként átkötőben, és nem fél használni az AK-47-est. Na nézzük, bele fog futni Bondik, jaj, ez rossz lesz nézni, főleg így elvonja a figyelmet Draken, és Rez végül 4-et fregel ebben a körben, na ezt belassítva meg akarom nézni, mi történt egyébként itt. Hát elmondom neked, oda ment a Hellraiser-es a GPS, és benyomta a reset gombot. Négy játékos PC-jén is, négy freggel zár ebben a nagyon fontos körben, amikor a Hellraisers-ösök már fegyverrel próbáltak meg visszatérni az élők sorába, és feltenni magukat a táblára 3-1-nél, 3-2 helyett azonban 4-1-re elhúz az Epsilon, és újra egy pisztolyos körre kényszeríti Oscarékat. Hát ez az öt pisztoly. Az Hellraisersnél nagyon úgy néz ki, hogy ötödik kört fog adni az Epsilon. Na de Rez, megint hát, megint jó pozícióban van, de lekapcsolják idő előtt, fregelés előtt, megy a gyújtó a plantra, ne tudjanak plantolni a terroristák, de visszapattan, rossz a gránát, le fog így menni a bomba, plusz 8, tehát a vesztett köret járni fog, ugyanis úgy néz ki, hogy csak elbukja a kört fogjon a Hellraisers. Öt emberről már csak ketten élnek, hirtelen 3 másodperc alatt meghalt 3 játékos, elképesztő Angel, röviden 1-2, nem lesz belőle csak 1. Zero egyedül most már benn planton, megöl 1-et, megöl 2-t, mit csinálnak ott? Mi? Draken! Ezt az ő szemszögéből kéne nézni. Oldalról a Tech-9-esével darálta a terrorista Drakent, és valamilyen embertelen módon... Itt van. Van visszajátszásunk? Itt lesz. Zero. Megöli az elsőt. Igen, Xelos. Aztán Drakent lövi oldalba, és valahogy a Draken elfordul és leszedi őt. Nézd meg, látszott nagyon jól a visszajátszásban, hogy az első golyók fölé mentek, vagyis inkább egy kicsit mögé, és nem találták el
Hallotta a lövéseket, már elindult a fordulás, az utolsó két golyó tényleg eltalálta Drakent, de addigra már a rántási mozdulat végén volt Draken, és így sikerült. Srác, ez mindent belő most. Nagyon, nagyon szép teljesítmény, ugye kiemeltük diszkodoplánt, de arra nem számoltunk, hogy ennyien felnőnek még mellé a mérkőzés során, hiszen valódi nagybetűs csapatmunkát látunk eddig az Epsilontól. Viszont a Hellraisers megint vissza a fegyverekhez, most már van 4 AK-1-ved és egy AVP, talán ezekkel valamit tudnod tenni, de 5-1. Hát az ENSZ gyakorlatilag ilyen fideredményekkel zárt, itt Mirázson sokszor, vagy 9-6 volt. A lényeg az, hogy már van 5 kör az Epsilonnak, tehát már nem egy nagyon pokoli félidő. És nézd meg, Freddy, a bomba is ott van mellette! Hogy került ide Freddy? B-házból jönnek hátba! Megvan a bomba is, hogy ebben 0 decibelája. Megy tovább még Freddy, ez egy kicsit hiba volt szerintem, a bomba ott van mellette. Nem tudom, mert megvolt-e az információ, csak igen, gondolom én. De még mindig mennek ki Felix Szelosék. Hát diszkodoplán nem tudja, itt van egyébként a bomba szerintem mellette. Vagy lehet számítani, hogy Angel inkább patkányba fog jönni? Draken persze fregel. Miért ne fregelne ebben a körben is? Megvan neki egy. 3-3 ellen, diszkodoplán, ó, tökéletes levárás. Angel hullik el. És egyből pozíciót, tehát nézek, nem hagyják, hogy kiinfozzák őket. Doplán megszerezte a freget rámpán, egyből pozíciót vált. Hát a bombát néz már, Hemi. Benn vannak a terroristák. Egyébként nem látom, nem Freddy a bombát, mert el van oda dugva abba a kis ajtó mögé oda, vagy a kis ajtóba, ott a kis pince lejáratban, ami zárva van, de Oscar, na, revealozni kezd végre az AVP-vel, erre is vártunk már, mikor lesz ez. Kérdés, hogy hova irányítja Bondikot? Bondik most veszi fel a bombát, B-re mennek röviden, és igen, röviden, és majd konyhából. Mindent hallani kell egyébként diszkodoplának, hogy rövidről jön a bomba. Meg is azt kell megakadályozni, így van a plantot, nem lesz idő letenni. Kész. Nem lesz idő, Drakennek csak el kell bújnia, nem is megy, nem siet. Ez volt a fő feladat a diszkodoplánnak, és nézte is, melyik játékos viszi a bombát, benézett a B-ről érkezőre, illetve a konyhásra is, látta, hogy B rövid felől érkezik a bomba, ellőtte azt a játékost, az se baj, ha belehal. Hiszen így megnyerte a kört. Itt van Doplán első frege, és a második milyen fontos, ott van a bomba, csak el kellett lőni. Ez már, hogy Oscar lelövi őt, nem oszt, nem szoroz, hiszen az eredményjelzőn 6-1, és csak ez számít. Így van. 6-1-5 a különbség, viszont a bomba lerakás miatt könnyedén nagy gazdasági problémák merülhetnek fel a Hellraisersnél. Hát mintha ekóznának, nézd meg, olyan könnyen lövik be őket, mint a fegyver se lenne a kezükbe. És most már jönnek a gránátok, a bomba B-ház bejáratánál hever, eldobva, Oscar most megy vissza érte. Rez HP-t se veszít szinte, csak a második találkozásnál Stiko ellen. Oscar és Angel kettesbe maradnak, rossz felé néz Angel, és nem néz ki rá, csak most Rez, addigra már Angel remekül váltott pozíciót. Konyhából érkezik Szelos, akit egy vonalba álltak a terrorok, és ellőhette volna őket egybe. Draken pedig bevakítják, így ő is tehetetlen. Lehet, hogy ezzel az Angel freggel, sőt ezzel az Angel triplával lehet valami még ebből a körből. A dupla nyitó ellenére a Hellraiser számára. Oscar nem talál az AVP-vel, ketten érkeznek egyaránt konyhából. Disco Doplán pedig már bent van, lerakon Angelt ellövi, és a rákinéző Oscart már nem sikerül. Freddy eddig feltartóztatta a Molotov, de most már megy ő is. Oscar vajon számít rá, hogy ő is konyhából érkezik, vagy más pozíciót sejt a háttérben? Dobozon keresztül nem sikerül ellőnie Oscart. Freddy 19 HP-val, hát hogy kapott az AVP-től 19 sebzést? De végül Oscar befejezi. Angel tripla, Oscar dupla, megvan a Hellraisers következő köre is. Nem véletlen, hogy nagyon-nagyon fontos ez a körök, és nem véletlen az angol kommentának a visszhangja, a közönség hangja is taps és ujjongás, mert igen, megvan a második köre a Hellraisersnek, de mikor? 6-2-nél, nagyon-nagyon későn, innen kéne visszajönni esetleg 9-6-ra a Hellraisersnek, vagy legalább 5-6 kört még kellene nyerni. Megvan rá az esélyen, és nézzük a CT gazdaságát, már csak kiskevók vannak ebben a körben is, és két CZ is ott van, ami gyengíti a vásárlást, illetve a listát jelenleg a CTK oldalán. Szóval, hogyha ezt akart megnyerni a Hellraisers, dupla Echo elképzelt a Epsilonnál, azaz már 5 köre lenne a Hellraisersnek. Tennap a Godsend egy jó nevet használt egyébként, Hellslayers-re változtatták a nevüket, ami könnyedén egyébként lehet, hogy megátkozta a lovasokat, ugye a Hellraisers csapatát. Mert hát kikaptak eléggé csúnyán Cobblestone a Godsend-en. Az Epsilon pedig, nem tudom, lehet az átok még mindig hat egyébként a Hellraisers-re, de a, lehet, hogy inkább ez egy svéd átok lehet egyébként, mert nézd meg, a Hellraisers ugye a svéd csapat ellen játszik, és már megint
Nuk után, most itt vagyunk ugye Mirázson, és nézd meg, hullana kell, mint a legyeket Volkon. Stikó és Oszkár is temetőbe került nagyon-nagyon gyorsan, és nyerték, buktába került a Hellraiser. Végre nyertek egy kört, és azonnal bukhatnak is egyet. Kettőfős ember hátrányban, visszavonulott fújnak jelenleg a Hellraiser-esek. És Béla rakóra jobban is tették, hogy nem mennek be, hiszen Xelos boostja, hiába, ha csak egy CZ van a kezébe, sorsdöntő lehetett volna, és itt meg lesz a nagy találkozás, Angel ki akar majd, de nem néz be, rossz oldalt válasz diszkodoplan, ellövi, és Freddy a CZ-vel egy embert elő, a másikat tudja infózni, Bondik bombával, Kevlarral, AK-val, négy játékos ellen, ismert pozícióból, és megint nincs idő, hát hány ilyen Hellraiser kör volt már, egyet el is buktak a lejáró idő miatt, ezt azonban fregek számában nyeri meg az Epsilon, de az időmenedzsment rettenetesen rossz a Hellraisersnél. Folyamatosan a körök végére hagyják ezeket a támadásokat, és mire bemennének lerakóra, már késő, nem tudják lefedezni a közeli pozíciókat, nem tudnak odaérni időben, kellően szétnézni, és ennek köszönhető, hogy 7-2 áll az eredményjelzőn, full echo a Hellraisersnél. Még egy decoyt sem engedhetnek meg maguknak. 9 millis 20 töltényes pisztolyok, tehát a Glock 18-asok ezúttal a Hellraiser zsebeiben, amit most elő is vesznek és nem félnek használni. Na nézzük, hogyan sikerül vele bemenni diszkodoplant, azonnal ledarálják. Hoppá. A pisztolyokkal. Drakennek kell akcióba lendülni az AVP-ben, nem először. Sőt, és most kicsit próbálja használni az AVP-t, nem sikerül, eddig kettő talált mellé. Stikó szintén ugyanezt csinálja, megöli ellenfelé. Stikó még egy! A bomba le fog menni. Freddy megöl egyet, a bomba plantet kéne neki megölni. A Glockos játékosa Freddy végez, és Stikó halálával Angel marad egyedül 1v2-ben, beakítják őt, és tiszta célponttá válik, így meg lesz a bomba felszedése, de Hemi, Glockokkal semmi más, ha bementek A plantra, lerakták a bombát, plusz 8-at a vesztett körét járta, lehető legjobban jártak, sőt, megöltek 3 CT-t is még. És igen, előttek némi fegyvert és némi értéket az Epsilontól, ami így a 10. körnél azért még vissza is csaphat. Nézd meg, Xelos $50, Rez, Freddy és Disco Doplán is 1000 alatt. Igen, 11. körben járunk tehát most már. 4 AK és egy AVP a HR-nél, van bőven pénz bevásárolni ezeket, vagy volt bőven pénz bevásárolni ezeket, de a gránátok azért még hiányoznak. Nincs is se, de is tudok gránát, ide egy heg van Bondiknál, se gyújtó, semmi. Úgyhogy egy füstös könek kinéz a két füst miatt, bár az is lehetőként, hogy moziba megy majd az egyik, és akkor catwalkon futnak felfele. Azt mondom, sem molotov, se hack, tehát mondjuk álmenzet alá bedobni valamit nem lesz. Nem lesz lépcsőre dobni semmit, tehát az nincsenek gránátjai a Hellraisersnek. Egy füstjük marad most már csak, hát ha be akarnak menni, tegyük fel ára, hát akkor legjobb, ha CD-t füstölik el, de hogy jutnak akkor be, hogyha sehol máshol nem lesz füst? Tehát ezért mondom, hogy inkább ebbe egy B-re tendáló támadás néz ki. Nem jutnak el az a baj B-ig, mert már középen diszkodoplán lekapcsolja őket. Az első késkört a Hellraisers nyerte, kiválasztották terror oldalt és elbukták, úgyhogy most, amikor az Epsilon megnyerte a második késkört, úgy döntöttek, maradjunk CT-be. Ez nekünk működött, hozzuk le innen ezt a mapot. És a 8-2 azt mutatja, jó döntés volt, a Hellraisers viszont mind nyúk választással, mind pedig nyúkon, hogy terror oldalon akartak kezdeni, talán ezzel meg is verték magukat, hiszen most már 8-2 helyett 9-2, négyen is túlélik, ismét ellövik a fegyvereket a Hellraisers kezéből. És ismét nem ment le a bomba, szóval megint ekózni kell. Ajjajjaj. Nagyon-nagyon kezdek vészmadár pozícióba kerülni egyébként, vészmadárkodni. 9-2-ből lesz 10-2 Hemi. Full echo, pisztolyok megint, két Deagle és két P250, semmi más jelenleg a HR-nél. Megint egy ilyen esünk túl, hogy a gyors típusú kör lesz, úgy néz ki, igen, Oszkárék beindulnak középen, senki sincs a pálya közepén. Mi történt az Epsilon védelmével ott? Diszkodoplánra fognak ráfutni, gyújtogránát van a kezében, Deagle-re mennek rá, próbálják lekapcsolni, sikerül is Oszkárnak egy fejlövés. Ugyanis a Béler akkor rohanni kell visszafele áról, Angel tartóztatja fel az átzárókat, nem tudnak egyszerűen átmenni, catwalkon gyülekeznek a terroristák, Zero leugrik onnan, megpróbál dzsungelbe a CT-k mögé menni, sikerül is, lefejezi Xelost, és még mindig 3-3 ellen egyébként. Hihetetlen, hogy még életben van a Hellraiser, de meddig ez itt a kérdés, Freddy egy szép lövéssel leszedi az AVP-s játékos, de Stikó visszaszerzi azt, hoppá, kicsit a taktika egyébként, megvan megint az AVP, hát meddig, Rez, egy gyönyörű fejlövés, hát azonnal itt a válasz a kérdésemre, egy másodpercig nem volt ott az AVP Stikó kezében, és hoppácska, Bondék a P250-t újra tölti, nem találja egyszerűen az ellenfények a fejét, Rez még mindig ott bújik, a fal mögött, és végül meg is fogja ölni Bondikot. 10-2.
8 kör a különbség, és a fogadó oldalon 29% az Epsilonon. Ez az Easy Skins, Easy Life típusú győzelem? Hát nem tudom milyen győzelem, de a következő mérkőzés 18 órakor kezdődik majd, és azért egy 2 órás szünet azért kicsit durva lenne. Hellraisers, valamit csináljatok, nem tudom. De nézd meg, de nem lehet ezeket mit csinálni, diszkodoplán, megint egy szép reg. Füstön keresztül, és nem is kipontozza, hanem csak belelő a füstbe a húztáras M4-jel. Gyönyörű spray control, és most már Angelt is ellövi. Kettős nyitó a középen mozit fogó diszkodoplántól, és nézzek agresszívan, mennek is előre most már a CT-k. Látják, hogy terrorkezdőn nincs mozgás, fókuszálhatunk B-re. Infózzák is a társaknak, akik molotovokkal igyekeznek feltartani az ide igyekvő terrorokat. Oscar próbál az AWP-vel helyzeti előnyt kialakítani, de konyhában nem lát senkit. Lerakón most már a terrorok is. Micsoda párbaj lesz itt, ahogy két CT megpróbálja megakadályozni őket. Rez ellő egy embert, Disco Doplant kilövik mellőle, és Rez egyedül marad 55 HP-val. A bomba azonban még mindig Bondik kezében. Zero ellövi az átzárni igyekvő Drakent. Még mindig 3-2, és falon keresztül meglátták ugye Rez kilógó könyökét, illetve lábát, úgyhogy Zero és Bondik egy nehéznek tűnő 2v4 szituációt hozhatnak le. A két nyitó már megvan, egalizálták a létszámot, megérkezik azonban Freddy és Xelos is, és egy-egy freget szerezve a bombplant ellenére lehozzák a kört. 11-2, hát azt hittem, hogy Nuke első fél idejénél meglepő eredmény már nem érhet minket, ugye akkor 10-5-tel fordultunk, vagy 11-4-gyel? 11-4-gyel fordultunk a második fél időre. Nyerték a pizza az Epsilonosok, és így lett, hogy 14-4, sőt 15-4 lett, azt hiszem, mert hogy a Hellraisers ott nem ekózott, hanem inkább forszolgatott, vagy valami ilyesmi volt. Hát... És most ez az eredmény megismétlődhet, hiszen 11-2, és bevásárol ugyan a Hellraisers, de ha bukják ezt a kört, akkor az utolsóba már csak egy pocsék force tudnak majd mutatni. Hát pocsék force ide vagy oda, muszáj lenne ezt megnyerniük, de 4 AK, 4 AVP. Nagyon-nagyon kellene, kötelezők közint a Hellraisers, tehát a Disco Doplán mindenhol ott van, már megint egy frag, most nem moziból, hanem innen CT-ről! Ott van a második is, Freddy, még mindig itt van Sandwichben. Tetris mellett, vajon benéznek-e rá, de füstökkel el van zárva, miért néznének be? Közben meghalt Zero röviden, teljesen szétesett a csapat. Egyszer nem, egyszer szétestek. HP-t sem veszít az Epsilon az utolsó előtti körben, ahol AK-kkal, teljes gránátokkal felszerelt menetfelszerelésben, és AWP-vel érkeztek a Hellraisers-ök. Nézd meg, Doplán nyitja a fregek sorát, és ott lesz tőle a dupla Oscaron, megnyeri az AWP párbajt, és ezzel a dupla nyitóval rövidre is zárja a kört. 20 fregen Disco Doplán 14 kör alatt, hát most tényleg beindult a srác. Galil és pisztolyok az utolsó körre a Hellraisersnél, Drakent el is lövik. Ó, milyen szép esés mutatott itt be, leesett patkányba Disco Doplán, már is fordul át, és ellövi az első fejes gyönyörű rántás Angelön, a második nincs meg, a levegőben Stiko ellövi Disco Doplánt, és Freddynek kell tartania a pozíciót, érkezik Zero, de a Stiko a zsákmányolt AWP-vel már tud freget szerezni. Oscar kezébe is most már a közelítős fegyver. Hát hol volt eddig ez az agresszió a Hellraisers-től? Hol voltak ezek a remek célzások, ahogy az AWP-vel hibázó játékosokat kiszedték pisztolyokkal a Hellraisers-ök? Arra lett volna szükség eddig is. Oscar még elhullik, lekerül a bomba. Xelos, hát hogyha ezt lehozza, az a végső csapás, az utolsó csepp a pohárba szerintem a Hellraisers-nél. De ezt az utolsó esélyt még meg kell ragadnia. Tele van gránátok, a mindent eldobál, van ideje eldobálni ezeket. A gránát rám egy Stikóra, de lövés követi ezt. De egyébként nagyon boldogság, hogy legalább ez a harmadik kör egyébként meglett itt, mert ugye a robbantás, tehát felrobbant a gránát, és ott a, ahogy felszáll ugye a hamu és a füst, ugye a gránát robbanása után, lőtt egyet bele random, Stikó is eltalálta. Igen, ez egy szép lövés volt, diszkodoplántam viszont ez a nyitó, hát ez kész, fejlövés Angelre, ez nagyon szép volt. Hemi, 12-3 az eredmény az Epsilonnak. Pont. Fejezzük be szerintem a mondatot, tehát... De nem tudjuk befejezni, mert fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent. Tehát tegye föl most otthon a képernyők előtt a kezét, aki azt mondta, hogy 2-0 Epsilon easy. Lehet, hogy volt, aki az Epsilonra fogadott, szoktunk az esélytelenebbekre fogadni. Lehet, hogy valaki azt mondta, így mi is, hogyha 3 mapra elmegy ez a mérkőzés, akkor az Epsilonnak lehet esélye a 3. mapon. De ilyen könnyen? De tényleg, ki gondolt arra, hogy 10-5 és
12-3-as félidőkkel nyit az Epsilon, és Easy 2-0-ra behúzza ezt a Hellraisers-t. Szerintem senki, legalábbis, hogyha komolyan kellett volna tippelni, meg, egy mapot mindenféleképpen adtunk volna a Hellraisers-nek. Ez ellen a ismeretlenségből jövő és friss csapatnak számító Epsilonnak, legalábbis az elit mezőnyben. Egy új név, egy friss név, de hát a Gutsent is valahogy hasonlóan robbant be. Most már pedig a pisztolykör zajlik éppen, ahol... Kettő lenullozott CT, azonnal nézd meg, Oscar Ávent alatt, viszont Angel beduplázik, Oscar pedig itt van hátuk mögött, Oscar dupla! Nem néztek be Ávent alá, kisebb hiba az Epsilonnál, túl akartak esni rajta gyorsan. Két egy golyós. Meg akarták nyerni nagyon gyorsan ezt a pisztolykört. 0-6-ig egyedül csak meg. Bondik szintén le van nullozott. Draken 1v4-ben a Desert Eagle-el a bomba a földön. Így nem nagyon van rá esély, hogy sikerüljön valahogyan mégis ezt lehozni. Úgyhogy kicsit tovább fog élni legalább a Hellraisers. Legalább lesz egy izgalmas második félidőnk. Na hát, még azért így nyert, így kezdte a Hellraisers, és ugye az első félidőt nyerték a pisztolykört, aztán valahogyan 5-1 lett, vagy majd lehet, hogy 6-1 is, vagy valami ilyesmi eredmény. Vagy igen, 9-1 is volt, tehát 10-2-nél jött szerintem egyébként vissza a hárgy, ami ilyesmi eredmény volt. De a lényeg ugye az, hogy gyakorlatilag a Hellraisers elképzelhető, hogy megnyeri ugye most ezt a pisztolyköt, sőt, meg fogja nyerni, nagyon úgy néz ki, de nem biztos, hogy ezt három körrel fog utána ugye még felzárkózni, mert a kötelező köröket nem sikerül majd neki lehozni. Vannak azok az iskolakörök, amiről beszéltünk, elvileg egy Antiforce és egy Anti-Echo kör ellen kell nyerni. Vajon sikerül-e nekik ez most? Ez igazából itt a fő kérdés szerintem. Látjuk egyébként, ahogyan nem hiszik el a Hellraisersek, hogy négy körük van itt csak. Nézd, visszajátszás. 1-2, 2-1 bős Oscartól. De Angeltől is előtte, tehát azért kettő ember ezt megoldotta. Tehát ahhoz képest a Zero és talán Bondik le volt nullozva, tehát nagyon szépen bekezdett az Epsilon két lock fejlövéssel, utána jöttek az USP-s fejlövések válaszul. Hoppá, egy nagyon szép force nézsek oda. Három darab tech 9 és egy P2-s és egy CZ. B-házba rohamoznak előre, ahogy láthatjuk egyébként a terroristák. Kérdés, hogy ebből mi lesz? Patkányból jönnek. Hoppácska, egy A-kötős taktika? Igen, egy A-átkötős taktika lesz belőle. Hiszen jönnek patkányból, illetve nagyon úgy néz ki, hogy a bomba inkább B fele áll. Próbálják elvonni a figyelmet B lerakóról, hogy utána egy könnyű plantot viessenek véghez házon. Angel hullik el egyedül, kilőtték Xelost és Rest. Stikó viszont a Mag7-essel számít rá, hogy itt van, el is tudja lőni Drakent a bombával. Megindulnak a társak a segítségére. Sőt, Freddy-t is eldurrantja, és Disco Doplen is. Három Mag7-es frag Stikó neve mellett. Hát az utolsó körben 12-3-nál mosolygott, akkor még nem értettük, most sokkal több oka van. Egy gyönyörű tripla a fiatal játékostól. Az ismétlés meg is mutatják nekünk. Itt az első a bombával, hullik a C4, és utána levegőbe a második Fredin. És végül fehér furgon mögül a másik játékos. Nincs vásárlás, egyedül egy P250-be ruházott be Draken, aki ugye az AWP-s hagyományai miatt a pisztolyokkal jó barátságban van, Bondik pedig az A visszafoglalásra játszva a CT rámpáról tartja le a pozíciót, és úgy hullanak el az Epsilon játékosai, hogy freget sem szereznek, nincs bombplant, nem véletlenül mondjuk, hogy CT az esélyesebbik oldal Mirázson. Szerintem a szervezők beszéltek az Epsilonnal, hogy srácok másról, azt mondtad, azért ne iktassunk már be. Kicsit hagyjátok azért a Hellraisers visszajönni a játékba. Nem, szó sincs erről, de 6 kör a különbség, 12-6 jelenleg az eredmény. Dust 2-ért reménykedünk itt, hogy legyen egy decider pálya a mérkőzésnek, hogy tényleg méltó mérkőzés lehessen, és tényleg méltó szereplés legyen a Hellraisersnek, mert jelenleg ők távozhatnak másodikként, mint meghívott csapat a versenyből. Ugye az ENSZ-től váltunk meg elsőként, talán rájuk számítottunk is, hogy a kvalifikációba jöttek be, nem voltak meghívva. De hogy a Hellraisers, hát ránéz a mezőnyre, inkább Epsilon vagy SK-t tettünk a második kieső helyre szerintem, nem pedig a Hellraisers, inkább őket dobogós helyre is, tehát a harmadiknak ugye a NiP és Astralis mögé valahogyan, vagy harmadik-négyedik helyzethez, ehhez top képest. Top 4-be biztos. Top 4-be igen biztos, és most pedig már lehet, hogy top 8 lesz nekik igazából a függöny, amit nem bírnak egyszerűen átlépni, vagy hát a szakadék, amit inkább nem bírnak átlépni, és végül lezuhannak a mélybe, de lássuk, hát ha egy comeback. Stikó megint ott van a maketesse, az új hangját már hallottatok az előbb, ez nem nálunk van ilyen effekt, mert valaki azt mondta, hogy hogyan mélytetétek meg a hangunkat, milyen keverőpultot használunk, nem. Ezek az új hangok, tehát az AWP-nek is valami kis mélyebb hangja, ilyen utóhangja, a Desert Eagle-nek is, akkor a maketesnek ugye új hangja van, illetve a két
Nagy tálasnak van még új hangja. Na de Stikko a maketesre, halljuk mindjárt, olyan, mint a vízipumpával lőni, de nem fog lőni, nem fogjuk hallani. Freddy, entrizik, megvan Stikko, és ezzel ott az üres Béla rakó. Hát most nagy bajban a Hellraisers. Ha még egy embert esztenek, lehet, hogy venteni kéne a fegyvereket onnan konyhából. Nem kéne ezt megpróbálni. Nézd meg, füstökkel ki vannak vágva. Esélytelen, hogy bemegy. Bemegy, Angel áttolja a füstöt, megöl egyet ugyan, de kicsit kockázatos ez. Hát elbukhat minden fegyvert a Hellraisers, de menni kell, mert nagyon nagy hátrányban vannak. Ott van viszont Angel még mindig, meghal. Jön a következő játékos, Bondik, van soron. Szintén ül egyet, megadjuk neki természetesen a szót. Én Zero mellett nem tud már sokáig őseire maradni. Mind a ketten elhullanak, és ez így bizony egy újabb Epsilon kör a második félidőben, az első körüket hozzák a svédek, és ezzel bizony 13-6 az állás. 13-6, hihetetlen. 7 körös különbség, és az utolsó remények ebben a körben a Hellraisersnél. Ha ezt elbukják, akkor köbben vége. Akkor tényleg még le fogjuk húzni a függönyt is. Hát nézd meg, mekkora bevásárlást tartottak. 2 AVP, 3 M4. Azért van ebben az utolsó reményük. Még egy autósniper kellett volna, és azt mondom, hogy tényleg, hogy elköltsünk minden pénzt. A Scar 20-as jól lett volna akcióban látni, és legalább A-hosszín vagy B folyosónál, ugye, vagy B házban ott a fehér furgonnak ugye a tetején. No de! Egy áfüstösket a standardhez megyünk egyébként vissza, az alapokhoz nyúlunk vissza. A legegyszerűbb, vagy hát lehet, hogy éppen legnehezebben összehozható, mert csapatjátéknak ott kell a topon lennie. Kör indulhat be. Számítanak rá, egy-egy frag. Gránátok nélkül is megvan a két nyitó. Oszkárt azonban jó lenne onnan kizárni, hiszen látja a bombát, el kéne füstözni. Ez a füst jókor érkezik, és a vakító is dújik föl dobozok tetejére, de nem tud fregelni, sőt, Freddy lövi vissza. Stikko megérkezik az AVP-vel, de füstfüggöny talál maga előtt. 0 HP-s rez, ennek ellenére számít az ember előny. Angel csak most érkezik meg, úgyhogy most indulhat majd az offenzíva. Rez próbál kinézegetni, és az a Molotov nem jó. Nem égeti el a terrorjátékos. A hegránát már jobb lesz, de csak 85 HP-ra sebzi le Freddy-t. Angelt és Stikkot eddig kizárták a gránátokkal. Pittyeg a C4, csak Angelnél van defuse kit. Freddy ki fog nézni Stikkóra, és Rez oldalba lövi 0 HP-val, Freddy pedig átnéz doboz, illetve Tetris közé, és ellövi Angelt is. 14 kör most már az Epsilonnál, és nézd a pénzösszegeket, még egy utolsó vásárlásra lehet pénz, ott egy AVP-t már láttam Freddytől. 1-2 Rez, és itt megmutatják nekünk Rez és Freddy másik nagy összefogását. Ketten hozták le ezt a kört. Hát nem, nincs nagy bevásárlás. Igen, egy AVP-t láttunk, de csak a Force jön mellé, és már is kilövik Oscar kezéből. Nagyon agresszívan ráment Drakenre, ha jól látom. Igen, A házban, palotában, és kilőtték Oscar kezéből azt az AVP-t. És Bondi próbálná visszaszerezni. Fel is tudja venni, ez most jó. Jó, hogy ki tudják menteni azt az AVP-t. Vissza kéne kijutnia egy darabban, de úgy néz, le akarják időt kapcsolni. Mennek már ráfelé, Tetris, mennek a molotovok, elkezd égni Bondik, lövik is még ráadásul. 36 HP-ig megy le, egy heg megfosztatja életét, de nincsen több heg, viszont a Epsilonnál gyújtó van még, illetve a füstet olyan kizárni. Zero elhullik, dzsungelben ember hátrányban folytatik a kör, még mindig a HR számára. Stikko jön hátulról, próbál jönni terrorist a kezdőről, viszont a bomba le fog menni, ez 100%, igen. 40 másodperc van hátra a detonálásig, és Stikko nem számít rá valami Draken. Bondik megöli Doplent, Draken nem számít Stikkóra, nem akar hibázni Stikko, szépen magabiztos Rexed, és majd megöli még a másikat is, nem. Viszont 2v2 még egy információt szerzett Stikko, tudják, hogy egy játékos szendvicsben van. És már is átmozgott, nézzek, már is átmozgott Rez, és szerez egy második freget, sőt, Angelt ugyan nem tudja előni, de 31 HP-val leinfoztatásnak. A nagy rutinos Angel pedig lehozza. Defuse nélkül lehozza? Igen, lehozza. Most érkezünk el 5 másodperchez. Van bőven idő, bár most már nagyon beindul a C4-es időzítője. De lehozza ezt a Force-t. A Hellraisers megmenekül egyenlőre a meccspontoktól. Kérdés, hogy az egyedüli túlélő Angel mellett a többieknek mennyi pénze lesz vásárolni? Kőkemény küzdelem szerintem egyébként az egyszer biztos itt jelenleg ezen a mérkőzésen. Tehát ez, hogy Oscar gyakorlatilag egyetlen egy remény ugye a vásárlásnak, az AVP azonnal elhullik, és aztán vagy még kiszedi onnan Bondik a reménytelen pozícióból azt, és kihozza, és most már ott van egyébként Oscarnál megint az AVP, nézd meg. Ott van középen vele, és próbál vele fregelni, de nem sikerül egyelőre egyébként még. Az UMP és a maketes jelentősen gyengíti a vásárlást. Erre volt pénz, sajnos másra nem. Egy bukott kör esetén vége gyakorlatilag a Hellraisers reményeinek. Nyerté buktába kerülnének, de ott van egyben az első frag. Szép játék mindenképpen a HR-től, ráadásul állandóan végül benéznek.
Még mindig előnyösebben cserél, viszont az Hellraisers. 2v4 utába csöppenünk bele, ráadásul már csak 1v4. Mi történt a körön belül? Hullottak el a terroristák egyesével, nem volt megbeszélve semmilyen taktika. Elképesztő, elképesztő. És most így a bomba információ is megvan, mégis egyébként valamiért kinézegetnek a CT-k érthetetlen okokból. Pedig most ott hagyták a bombát egyébként, ezt nem hiszed el. Hát megszerzi a bombát így ingyen gyakorlatilag a terrorista játékos. Hogyan tudja valamit mi tenni egyébként ebből? Simán benne van egy-két fejlövés még? Igen, a CT-k oldalról van benne a fejlövés végül. Ő fejezi be a CT játékos a kört. Ez így bizony újabb kör a Hellraisersnél, de ezek a körök. Kiélezett körök, az elején jól indult, ugye kettős emberönnyi, aztán valahogyan majdnem visszajött ebbe a körbe is az Epsilon. Aztán kezd fogyni az Epsilon játékosok és a pénze, nézd meg, már nincs is. Nem tűnnek idegesnek, nekem az a nagyon furcsa, hogy nem tűnnek idegesnek, nagyon nyugodtan játszanak a svédek. Szerintem az esélytelenek nyugalmával érkeztek ide, és ez, hogy 1-0-ra vezetnek, és most 14-8, sőt ez volt 14-6 is, ne felejtsük el, ez számukra már csak ajándék. Angel-től nagyon jó a gránát, és itt most lehet egy nagy anti-echo kör. 3 kill és 1 assist. Stiko fejezi be végül. De Angel előre nyomulása és parádés gránátja most gyors körgyőzelmet hozott. Igen, szép játék mindenképpen a HR játékosától. 14-9 lesz most már az eredmény. Meg így jön vissza a HR-éző, csak hát ezt már ismerjük, nem? De előző pályán is ugyanez volt. Próbált visszajönni a HR, aztán 10 körnél kapcsolódtak végül. Ki vagy mikor kapcsolódtak ki? Szerintem a játékból 10 kör környékén. 10 vagy 11-nél volt, amikor ugye az Epson végül bevitte a mindent eldöntő A kört és bőntek ára. Talán most ott el vagy átámadás? Nem, patkánban megvan nagyon korai frag a CT-k számára. És ember hátrányba kerül így azonnal az Epsilon. 5 kör, tehát a különbség, a Hellraisers jön vissza, kettőfős ember úgy megint Bondiknak köszönhetően, Stiko és Bondik egy-egy freggel, de Bondik azon elhullik, üres az állrakó, kiálltak és a bombáért, Freddy kitisztította az állrakót, és nézzek, mind nem mennek még át a CT-k, dzsungelben vannak ketten, de kapnak egy füstös vége, a bomba most fog megjönni rámpáról, Angel pedig meghal Draken által. Hogy a jó viharba tudott megfolni Draken úgy, hogy Angel nem lőttek közbe oldalba. Mekkora hiba Angel-től. Lehet, ez kerül a mérkőzésbe. Draken még mindig itt van középen, nem hagyja, hogy átkötőben menjenek a CT-k. Van AVP, igen, van, de nem lövik el valamint az AVP-vel. Oscar mit csinál? Mellé lőtt kétszer, és most menekül gyorsan befelé áll, akkor a tudja, hogy bombát nem engedheti lerakni. Meg akarja lőni azt, és mellé lő megint! Harmadik és negyedikre már nem kerül sor. 3 hiba. Végzetes lehet a kör szempontjából. Stiko 1v2-ben. Mit tud tenni? Nagyon ügyesen kivár, megvárja Drakent, aki jön szintén. És vége. Kinéznek egyszerre, esélye nem volt a CT lévő játékosnak, ezt Oscar elrontotta. 3-szor lőtt mellé, negyedikre meg már nem került sor, és így matchpont szituáció, és most hát tényleg matchpont. És valaki... amit mondtunk, milyen higgadtak a svédek. Hát hány játékos lett volna, Angel se tudta ellenni Drakent, hihetetlen hiba, de hány játékos lett volna, aki kinéz doboz mögül, és megpróbálja ellőni az utolsó életben maradt ellenfelet. Rezék azonban bevárták egymást, rámpáról megérkezve a társal együtt kinéztek, és így ketten az egy embert, akinek meg kellett osztani a figyelmet a két rárontó terrorista között, simán elfregelték. 6 matchpont ezzel, és bár Angel meglövi a nyitót, bőven lesz ideje az Epsilonnak játszani ezzel az előnnyel. Angel, hát az előző körben nagy hibát követett el, most igyekszik bepótolni. Egy jó gránát használat és dupla nyitó kört érhet most a Hellraisersnek, hiszen kellően kiszorították őket ahhoz, hogy a közben a hátukba érkező Stiko jó pozíciót foglaljon el. Nem lövi el az első embert, csak most. A társ viszont nem tudja, hogy ilyen közel van, és őt is ellövi bombával. Nagyon ügyes volt ez a levárás, és Rez 10 HP-n 4 játékos ellen tehetetlen. 0 HP-t sem veszít, és úgy lövi el az utolsó életben maradt terror. Nyerték, bukták tehát ismételten egy csapatnál, ezúttal az Epsilonnál, de nem boldogok a HR-re se. Tudják, hogy még egy ilyen hiba, és tényleg végzetes hibává válik ez. 15-10, tehát 5 kör megint a különbség, és full echo kör ráadásul. 1900 hozzáadunk még. Hát ha a bomba nem megy le, lehet, hogy még egy ilyen kis pénzegizációs esetleg egy-két tech 9-es vásárlás lesz a következő körbe. Elég, hogy nem lesz egy AVP, tehát a bombarakás mindenképpen kellene ahhoz, hogy a következőben az Epsilon játékosai kezében ne pisztolyok, hanem gépkarabélyok legyenek. Egy frag, mellette pedig 3 a CT-knél.
Oscar Mégyeltől, más egyedül Xelosiel, röviden ráadásul hátba is lövő 0-15-11 matchpont. Kürtje még mindig felhangzik, vagy fel egy szólal, de még jön vissza a Hellraisers. Hát és jönniük kell, hiszen két vesztes mérkőzés és egy gyors búcsú nagyon rosszat tenne az új felállás renoméjának, hiszen Bondikot ugye elcsábították a Flipside-tól, nem tudom mit ígérhettek neki, de biztos nem vesztes mérkőzésekkel kecsegtették. Márpedig eddig Bondiknak nem sok sikerben volt része a Hellraisers tagjaként. Való igaz, hogy selejtezőn kivívták az indulás jogot a... az ESL van Köln kvalifikációs versenyére, ott azonban már nem sikerült nagyot alkotniuk. Erre a versenyre is jegyet, illetve hát lehetőséget kaptak a bizonyításra, de itt sem éltek vele. Oda néz Draken, egy gyönyörű boost után ellövi az első embert, és Reznek megvan a második nyitó. Kettős ember hátrányban kell védekezni a Hellraisersnek, szó szerint a versenyben maradás a tét Oscar, Bondik és Stiko számára. Két AVP a három játékosnál, Drakennél pedig csak egy UMP, de látjuk, ezzel is halálos volt, hiszen a pozíció és az időzítés rengeteget számít a mai modern cségóban. Remekül nézi el házat, de ellövi magát, és ezzel tudják, hogy AVP, fel is adják ezt a pozíciót. Durant az AVP, bevédik B házat egyetlen VP-ssel, ebből nem kérünk. Nem tudják, hogy két AVP van, és csak oda ott van még egy AVP. Nán is, úgyhogy bejutnak egyébként a tetszik sőben vannak, mint Jávent alatt is, Bondik meg a egyet, ugyan nem tud többet ölni. Oscar itt van a lépcsőn, szintén Fregel egyet, kettő a három ellen, megjött az egy Stiko oldalba. Oh! Oscar és Stiko lehozzák a kört! Mi történt? Keresztben löpték az AVP-kkel az érkező terroristákat. 4v2 és 4 AVP kill. Hát 4v2-ben nem AVP-t szeretnék a kezemben tartani. Látjuk, Oscar kezdi, aztán Stiko, aztán megint Oscar, és megint Stiko. Egymást váltogatva szépen megosztják a fregeket, és lehozzák a 4v2-t 15-11-nél kettős ember hátrányban. Ilyen precízen is pontosan célozni, na ehhez kell a hidegvér, az évek és a rutin, ezt most szépen csinálta a Hellraisers. Stiko közegy majdnem a halálából jutott bele, kapja a heget Reznek, köszönhetően Reznek egy dégülje van, jön még egy heg és két heg már kivégzi Rezt, szép gránát használat. Lehet, hogy még ebből is hosszabbítás akar a Hellraisers kicsikarni valahogyan, nézd meg, lehet, erre meg is van az esély, Draken hullik el, Hag viszi őt is el, és most már csak Xelos egyedül, aki B-házba kell őre menni, 15-13 lesz most már az eredményünk. Még a bomba le is mennek Xelostól, akkor is ez nem változik, ki akar menni az AVP-s játékosra, de hú, milyen jól játszik, egyébként Stiko nem hagyja, hogy meghaljon, de végül csak meg fog egyébként halni, és lerakhatja volna, hát senki nincsen itt. Ha most kell megválni, akkor nem tudja rakni a bombát se, plusz 800 nem fog járni a veszett körért se, nézd, nem fogja rakni a bombát, inkább fejekre akar menni, nem is értem egyébként Xelost, aki akar menni egyébként rövidre. Ott van egy játékos már doboz mögött, hallja egyébként, itt kattog most már Xelost, meg is öli egyébként Bondikat, mi történt, elfut ára, mindenki itt van mögötte. Átkötőbe fog egyébként menni, úgy néz ki Xelost, és dzsungelben van egy játékos, sőt rövidre jön még valaki, Xelost mellé lő, pedig ennek találnia kellett volna. Így viszont 1v3 van. 0-59 HP-val túlélte, és közben Oscar pedig be is fejezi. Szóval így ez 15-13. A végjáték húzós, de kérdés, meddig tart a mérkőzésünk? Hát nagyon komoly felállás eddig. Bármikor, hogyha egy kicsit szerencsésebb az Epsilon, befejezhette volna ezt a mérkőzést, hiszen az utóbbi körökben mindegyikben volt esélye erre. És dupla AVP most mindkét oldalon. Na nézzük, hogy az Oscar, Stiko vagy a Doplen Draken páros forgatja jobban az egylövetőket. AK-k, illetve M4-ek kiegészítésként. Draken pedig most egy kicsit beszorul. Át kell nyomnia a Molotovon keresztül a támadást, de ellövi Stikot, aki egyedül védte B-t. Úgyhogy most fordulhat Draken, és megszerezheti a második freget. Rosszul céloz, azonban lemert két HP-ra. Oscar ellövi falon keresztül Rezt. Mi történik? Nagyon beindultak az események itt B-re. Egyedül van lerakon Draken, most érkeznek csak a többiek. Lehet, hogy a CT-k azt hiszik, hogy visszavonulót kell fújniuk, mert ez csak egy terelés volt. Igen, nagyon bátornak tűnnek, és Oscar el is tudja lőni. Ennek köszönhetően Draken a két HP-val is lehet embert ölni. Még mindig nem az összes CT
B lerakon, sőt, Angel is elfordul B röviden, lejön a bombás ember, lerakják a C4-est. Nagyon figyelmetlen most a Hellraisers, kitaktikázza őket az Epsilon, és Draken egy no-scope-pal ellövi a harmadikat is, mindent megtett ezért a körért, most már a Doplen. Társakon a sor. Doplen jön hátulról le, számítanak-e? Nem számítanak Doplenre, megjött hátulról egy, majd kettő! A két AVP, hát amiről beszéltünk! Befejezi az Epsilon a mérkőzés, 2-0-ra megnyerik a Hellraisers ellen, és ezzel hozaküldik a Hellraisers. Jönköpingből távozik.